Sziasztok! Ma június 14-e szerda van. Elvittem Noel kisunokámat az óvba, és most megyek a busz megállóhoz, mert megyek a FAM-ba. Szeretnék nézni még egy, hát illetve nézek, még egy ilyen nyári lemvászon-szerű bőrnadrágot. És úgyhogy megyek nézelődni. Ja, nagyon melegek vannak itt. És van itt tavalyról kettő nyári ruhám, de megmondom ezt nekem, hogy nem, tavaly amennyire ruhás voltam, és megint visszaszoktam a nadrágra, sokkal kényelmesebb nekem, mint egy ruha. Holland bisztróban már zajlik az élet. Hú, lehet, hogy megtaláltam a blúzom. Aranyos kis nyári táska, ilyen kis törékeny pici nőnek. Tök cuki. De csinos ez is egy vékonynak. De jó kis lezser strandruha és lenvászon. 17 euró. Ó, ezek az én színeim. Csak az a baj, hogy én nem szeretem az egyberészest, a kétrészessel tankinit szeretem, az meg szinte sosem sehol. Ó, de nagyon jó. Ennek is a színe, meg egy gyönyörű ez a zöld. Itt a blúz, amit próbáltam, de azt tök máshogy találtam, azt az egy darabot valaki letehette. Ez egy L-es méret, és gondoltam, hogy nézek egy XL-est, én szeretem, ha jól lezseg, de csak S-es és M-es van. De nagyon szép. Ilyen hosszú, 22 euró. Thank you.
de nagyon jól néz ki ez, és aki megteheti, hogy ilyet hordjon mondjuk nyaralni, vagy a strandra, fiatalnak, nagyon szép, gyönyörű. Összeúró. Á, de jó kardigán találtam. Jó, nagyon tetszik. Ilyen kora őszre, vagy hűs nyár estére. Nagyon szép a színe, meg a kötése is. Na jó. Nincs rá szükségem, meg felesleges pénzem se, de nagyon szép. Ez az én színem. De jó, ez meg a bátraknak ilyen kötött kezes lábas, illetve keze az nincs. Strandra nézzétek, rövid nadrág, egybe. Ó, nagyon jó. Jaj. 14 euró, 2XL, láttam, hogy nagy méret. De picibe is van, meg külön felső, meg sort. Nagyon jó. Nem vehetem föl, meg föl se venném, mert nem merném, mert nem nekem való, attól még tetszik. Rántotta olívabogyó, fokhagymás, oregános, bazsalikomos, paradicsom és paprika. Na, ez a hamim. A víz gyönyörű. Ott egy repülő jön be. Egyébként 12 óra 30 van. Szóval 12:31 van. Negyed órája értem haza. Jó, megáztam útközben. Ja, és lemerült a famba a mobilom. Videózás közben, mikor ott a ruhákat, nagyon örültem neki. Akkor kifele jól eláztam. Pont amíg mentem át a buszhoz, nem tudom, egy ilyen 300 méteres távolság, elkezdett szakadni, úgyhogy nem mondom, hogy áztam el. Na mindegy, most hazaértem, aztán gyorsan csináltam egy kaját, megeszem, ez a reggeli ebédem, aztán beveszem a gyógyszerem, és egy óra 25-kor vagy 20-kor elindulok a gyerekért. Bemegyek a Lidlibe előbb, mert ugye 1:55-re megyek a gyerekért. Veszek neki valami hamit, amit a játszótér előtt megeszik, valami péksütit, meg itt hóra is kell, kenyér. Úgyhogy aztán megyünk játszóterezni. Aztán hazamegyünk, hazajövünk. Pihi 1-2 óra, 2,5 óra, aztán este lemegyünk, ha jó idő lesz a partra labdázni. Azt a fehér blúzt vettem meg, azt hiszem mutattam a famba, Primarkba, jobban mondva. Úgyhogy ennyi. Milyen gyönyörűek a hegyek. Az baj, a videó nem adja vissza, vagy a telefonom. Imádom nézni. Hú, és amikor kocsiba aludj, elmegyünk arrafele. Hát valami álom szép messziről, ahogy így közeledünk.
bekerült a hek a paprikás lisztes, úgymond bundába, a tetejét olívaolajjal meglocsoltam, és megy a sütőbe. Ebbe a percbe vettem ki a paprikás lisztbe sült hekket a sütőből. Egyébként 9:30 van. Isten illata van. Hát még szerettem volna vacsorázni belőle, de hát szerintem majd holnap ezt ebédelek. Lányom meg, vejem nem, a vejem biztos nem, a lányom lehet, hogy eszik éjszaka, ha hazajön belőle. Nagyon szereti, ha nem, akkor is ezt ebédel. A gyerek egy 1/2 órája feküdt le, megengedtem, hogy tovább fennmaradjon, mert hát 9:30 van, és még félig világos van, mondhatni. Most sötétedik, milyen gyönyörű az ég. A hajamat ne nézzétek, most jöttem ki az zuhany alól, de még nem fésüködtem meg, mert gyorsan ki kellett a halat kapnom a sütőből. Ugye szép a pedig. Na, úgyhogy ennyi voltam mára, megfésükszem, és egy picit nézelődöm itt az erkélyen, illetve telefon nézem, de közben szívom a jó levegőt. Sziasztok! Jó reggelt! Ma 6.15-e csütörtök van. És megyek a parti buszhoz. Bemegyek Pálmára a Müllerbe. 2 napja jártam arrafele, mikor voltam a német boltban. De nem jutott eszembe. Na mindegy. Be kell mennem, mert tegnap este bevettem az utolsó D-vitaminomat. És azt a fajtát, amit szedek, azt a Müllerbe szoktam venni. Úgyhogy bebuszozok, pedig ma piacra akartam menni, mert ugye csütörtök van, és a csütörtök piacnak a Renálba. Citromfa, de szép. De tudom, hogy nyár van, és itt süt a nap ezerre, de én a D-vitamint most már másfél éve, mondjuk 2 éve, ugye azt próbálom, hogy eszedem minden nap. Még ha ezerre süt a nap is. Mártag jó a csontoknak, meg ingerösítő. Na mindegy, nem tudom, hogy szedem, megyek össze. Vágják le a elszáradt ágakat a pálmákról. Ide is értem a Pékhez, viszek kalácsot. De jól nézzük ki.
utoljára nem is tudom, mikor vettem, körülbelül egy hónapja, úgyhogy remélem örülni fognak neki. Na, meg is érkeztem erre a központi térre. Ez a Plaza España, rövidítve a neve. Innen indulnak a vonatok, a buszok a túloldalra. Itt kezdődik a belváros. Az óváros, és erre van a... És erre van a Müller is, ahova megyek. Most éppen felújítják a teret. Úgyhogy nagy munkákban vannak. Látjátok az egész. De biztos gyönyörű lesz majd egyszer, egy-két-három év múlva. Ne, gondolom azért itt iparkodnak, de nem kapkodnak el semmi. És itt a Müller. Na, hát sajnos D-vitamin nem kaptam a Müllerbe. Komolyan érthetetlen, de igen. Pesgőtablettában volt, de hát az nem jó. Úgyhogy benézek ide a piacra, és utána megyek haza reggelizni, ebédelni, kávézni, aztán menem kell a gyerekkel. Na, kijöttem a piacról, úgyhogy elindulok a buszhoz, és megyek hazafele. Főztem egy kis tárkonyos zöldségragulevest. Jó sok zöldség, mindenféle és gomba van benne. Egyébként most 3:49 van, most töröltem fel a konyhát, csak kivittem a felmosót. Hú, nem lehet megmaradni sehol, úgyhogy irdatlan melegek vannak. És hát, hogy jövő héten mi lesz, 30 fok fölötti hőmérsékletet ír minden nap, az azt jelenti, hogy tuti, hogy 40 fok lesz napom. Na, ennyi. Ezek csirkemelcsi kocskák és egy nagy édes burgonya kettévágva, és ilyen görög fűszer keverék van a pipin. Ráteszem a fóliát, és megy az előmelegített sütőbe, hogyha a lányom éjjel hazajön, vagy hazajönnek, és akarnak enni, akkor ebből tudnak. Na, este 9:30 van, és most fogok enni. Kész vagyok mindennel, illetve a csirke még sül.
még egész világos van kint. Még most megy be az utolsó sétahajó. Előbb lezuhanyoztam, úgyhogy most már tényleg semmi dolgom, majd csak ki kell vennem azt a csirke, mert csirkot a sütőből, úgyhogy most fogok egy tálcát, ráteszem ezt a jó kis pikáns görög joghurtos, nem jut eszembe a fűszer, levest, és beviszem egy tálcán, és meghamizom. És most már tévézni fogok. Pikáns, tárkonyos, és tettem bele egy kis 5%-os ételecetet, és most még görög joghurtot a tetejére, Isten lesz ebbe a melegbe. Ne hadonászak, mi? Sziasztok! Ma már június 17-e szombat van, és reggel 4:09 van, Noa játszik a szobájába, én pedig sütöm neki reggelire az almás banánozza palacsintát. Ez ilyen mini palacsinta sütő, látjátok, kisebb, mint a tenyerem. És az első megvan, most sül a második. Megsültek a palik. Na, sziasztok! Most már 1:42. El voltunk Noával a famba megvenni a szokásos játékát szombati. Aztán ott még egy kicsit ott nézelődtünk, járkáltunk, és hazafele leszálltunk a buszra, bementünk a Melkába, vettünk egy pár dolgot, mutatom. Vettünk egy ilyen csibe mellett, ez ilyen 100%-ban pipi-husi. Ez csak a Mercadónában lehet kapni, és majdnem 4 euró, most nem tudom a blokk hol van, majd megnézem. Akkor jégkrémet vettünk, ezt a minit, ezek mind hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. A gyerek megevett 2 út közben belőle, vettünk egy doboz ezt a fajtát, amiben van a mandulás, a tejcsokis és a keserű csokis. Ebből én ettem meg egyet, akkor vettük ezt a csokoládés italt, egy ilyen 6 darabos, de egyet a gyerek út közben ebből is megevett, út közben ettünk, ittunk. Akkor vettünk egy vaníliás mazsolás csigát, meg egy ilyen vaníliás kosárkát, illetve 2 kosárkát, de egyiket a Noa megette útközben. Vettünk 2 sima zsemlét, hogy legyen itthon, és egy ilyen bajorperet szerűséget a gyereknek, és egy görög joghurtot. Ja, illetve egy uborkát. És akkor, ahogy jöttünk hazafele, van egy ilyen virágos, és megláttam az udvarba a kukacvirágokat, és nem bírtam ki, hogy egyet ne vegyek, 1,70 € volt, úgyhogy ezt majd be fogom ültetni, tiszta bimbó, mert ugye itt van az én kukacvirágom, amit magról
a tavalyi magjáról ültettem, nem tudom, hogy ebből mikor lesz virágzó növény, hát lehet, hogy ez még mindig 2-3 hét, nem tudom. Úgyhogy most el fogom ezt ültetni, és ebbe az egybe fogok gyönyörködni, teli van bimbóval, úgyhogy itt már holnapra szerintem lesz 4-5-6 virág. Imádom ezt a kukacvirágot, valami porcs, nem tudom mi. Na mindegy, kukacvirág. Na, nézzük meg a... de szép! Nagyon-nagyon meleg van, nem tudom hány fok van, 35. De azt tudom, hogy már a 30-31-et írtak hivatalosan, tehát akkor napon lesz 40. Na, és ott fürdenek. Máshogy is fürdenek, de én innen a lakásból csak azt a részt látom. Úgyhogy biztos jó a víz. De hát ugye, mivel a Noah lába sebes, ezért a partnak a közelébe sem megyünk, jobban oda a homokos részhez, mert nehogy homok menjen bele, mert még nem sebesedett be, most kezd, tehát még elég, még félig nyers a seb, csak most már nem ragasztuk le neki, mert így sokkal előbb gyógyul a levegőn, csak hát ugye homok közelében nem mehetünk, úgyhogy a fürdés véletlen se. De hát nem is állt szándékunkba még ezen a hétvégén. Este 7:30 van, szombat este 7:30, és kicsit sétáltunk. Hola! Meg most itt a park fele megyünk, de hát max egyet csúszdázhat, mert elég sebes még a Noah térde. Aztán még be kell mennünk a Mercadonába. Holnapra valami ennivalót veszünk, aztán hazasétálunk. Egyébként 1000 fok van. Végre árnyék van. Na, sziasztok! Hú, hazaértünk. Sziasztok! Jó van, 8:30 van. 8:30 van. Épp hogy kipakoltam. Vettem egy pár dolgot a Mercadonába, mutatom is nektek. Jó, egyébként alig bírtam hazahozni, nem azért, mert olyan nehéz volt, hát nem volt könnyű se. De hogy 35 fok van, dög meleg. Na, mutatom. Na, akkor ezeket vettem. Vettünk megint egy ilyen mini jégkrémet, ezt a hozzáadott cukor nélkül, csak kidobtuk a dobozát, hogy beférjen a hűtőtáskába. Ez 3,30 € volt, egyébként itt a blokk. Akkor vettük ezt a csokoládés tejszínhabos pudingot, a 4 darab volt 1,40 €. Egy 4 sajtos pizzát, holnapra a lányomnak, 3,50 €. Vettem zabtejet, 2 literes, 95 cent volt darabja, muszáj voltam cipelni, mert csak egy fél liter van itthon, és az... nem elég holnap estig, illetve hétfőig. Vettem egy citromlevet, 95 cent. Ezt a banánt vettem, a banánnak kilója 1,08 cent, ez 90 deka volt, 98 cent. Vettem ezt a fél kilós csirke, pulyka, darált húst. Hú, ennek kilója, a fél kiló 3,70 €, és akkor ezt a görögdénye szeletet vettem. A görögdénye kilója most 99 cent, ez 1 kiló 80 deka volt, 1,77 €. Nagyon szép, most tették ki őket. Hát gondolom egymás után teszik ki.
Úgyhogy ezeket vettük. Ja, illetve még befutottunk a, nem jut eszembe a másik közérbe, 3 szotyit vettem, hogy legyen itthon, 1,68 € kilója csomagja, úgyhogy 5 € volt, 1 vagy 2 centet akartak visszaadni, de meg se vártam, úgyhogy ennyi, ezeket vettük. Nagyon nehéz volt ebbe a 35 fokba elhozni. Közben megmutatom, kelkáposztát megfőztem, mielőtt elmentünk holnapra, és bulgurt pároltam, és ehhez vettem a darált húsit, meg délbe hoztunk görög joghurtot, ugye itt tejföl nincs, és holnap egy ilyen rakott kell szerűséget fogok csinálni, én biztos eszek belőle, a többiek nem tudom. Azért is vettem ezt a 4 sajtos pizzát, hogyha például a lányom éhes, és nem akar abból enni, nem szereti a darált húsos dolgokat, akkor legyen neki is, mielőtt elmegy dolgozni itthon ebéd.